Elfogadták a Paks fenntartható városi mobilitási tervet, a tisztes polgár kitüntetésekről is határozott a grémium. Reklámrendeletről döntött a testület. Beruházások és fejlesztések volt a témája az iparos kör legutóbbi estjének. Termelési és termelés kihasználási csúcsot ért el a paksi atomerőmű. Önök a Telepaks kistérségi televízió híradóját látják február 16-án pénteken. Üdvözlöm Önöket! Lezárult Paks közlekedési intézkedési tervének felülvizsgálata. Elfogadták a Paks fenntartható városi mobilitási tervet, valamint elektromos buszgarázs és telephely kialakításáról is döntött a testület februári ülésén. A tisztes polgár kitüntetésekről is határozott a grémium, idén Polgár Zoltán és Enyedi János kapja az elismerést. Kovács Sándor alpolgármester új adományakcióról szóló tájékoztatásával kezdődött a képviselőtestület februári ülése. A karácsonyi akciót követően most húsvét előtt is várják a felajánlásokat március 10-éig. Módosította a testület a 2017. évi költségvetést is, amikor döntés született az ipari park értékesítéséről. Ez nem tisztán 2,3 milliárd forint, hiszen a Balneó központot, tehát a gyógyfürdőt azt visszavásároljuk, hiszen az nem az ipari parkhoz tartozik alapvetően, azt visszavásároltuk 1 milliárd forintért, és így a nettó összeg az természetesen hát csak 1,3 milliárd forint, de ezt természetesen beépítettük a költségvetésbe. Februári ülésén tárgyalta a testület Paks közlekedési intézkedési tervének felülvizsgálatát, amely a mostani döntéssel lezárult, valamint elfogadták a Paks fenntartható városi mobilitási tervet is. Több tervezett beruházással kapcsolatos döntés is szerepelt a napirenden, új kiemelt fejlesztési területet jelöltek ki egy elektromos buszgarázs és telephely számára. Ez az M6-os túloldalán a Nagydorogi körforgótól északra fog elhelyezkedni. Nagyon fontos, hogy a területnek a nagyságát úgy határoztuk meg, hogy ez a jövőben biztosíthassa egy regionális elektromos busz garázsnak a működtetését, illetve az elektromos buszoknak a kiszolgálását regionális szinten. Emellett a napelempark egy energia mérleget fog eredményezni, amit reméljük, hogy nullásra tudunk hozni, ami azt jelenti, hogy a buszok által elfogyasztott villamos energiát ugyanezen a telephelyen meg tudjuk termelni a naperőműben. A grémium zárt ülésen határozott a tisztes polgárcím adományozásáról, amelyet idén Polgár Zoltánnak és Enyedi Jánosnak ítélt oda a testület. Az elismerést március 15-én a városi ünnepségen adják át. Az ülésen született döntésekről a híradó után kezdődő testületi tudósítások című összefoglaló magazinunkban hallhatnak részletesebben, valamint visszanézhetik a Telepaks honlapján is. Törvényi kötelezettsége az önkormányzatoknak, hogy rendeletet alkossanak a reklámok és a reklámhordozók elhelyezése és az ezekhez kapcsolódó bejelentési eljárás témájában. Az önálló reklámokkal kapcsolatos rendeletet a testület legutóbbi ülésén fogadta el. A közterületen elhelyezett reklámokkal kapcsolatos szabályozásnak a későbbiekben a településképi rendeletben kell szerepelnie, melynek megalkotásáig önálló reklámokkal kapcsolatos rendeletet szükséges elfogadnia a képviselőknek. Ezt, vagyis a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletet a képviselőtestület legutóbbi ülésén fogadta el, és a közterületen és a közterületről látható magánterületeken elhelyezett hirdetésekre vonatkozik. Közterületen a jövőben reklámozási tevékenységet utcabútoron, például buszmegállóban vagy árusító pavilonokban lehet folytatni. Reklámozás a jellemzően a buszvárók esetében azért ott jellemző volt, megjelent. Ezeken a közterületen kint lévő egyéb ilyen önkormányzat által kirakott hirdetőberendezéseken, amin lehet majd a jövőben is, de elsősorban közérdekű célú reklámokat lehet ezeken elhelyezni. Egy új elem a közművelődési intézmények tevékenységével kapcsolatos reklámfelület, ami tulajdonképpen egy henger alakú, tehát fizikailag is meghatározott
korlátozott henger alakú reklámfelület lesz. A város egyes területeire ezeket kihelyezzük, és az ő tevékenységüket ezeken lehet majd csak reklámozni. A hirdetés kihelyezésére a cég és címtáblák cégérek esetében a közterület használati rendeletet alkalmazzák, egyéb esetben szerződést kell kötni az önkormányzattal, illetve azzal a magáningatlan tulajdonossal, ahol reklámot szeretne valaki elhelyezni. A rendelet február 15-én lépett hatályba. Mint arról korábban beszámoltunk, az önkormányzat 400 millió forintot nyert közösségi terek felújítására, amely összegből a Dunapartot szeretné rehabilitálni a városvezetés. A további forrásból pedig közösségi programokat fognak szervezni a Dunaparton, valamint a Csengei Központban. A pályázat konzorciumi formában valósul meg. A vezetőség tagjai Paks önkormányzatán kívül a Dunasió Turisztikai Egyesület és Sáfrány László egyéni vállalkozó. A 2018. évi költségvetés, ezen belül a beruházások, fejlesztések volt a témája az iparos kör legutóbbi estjének. A tagságnak Szabó Péter polgármester és Kovács Sándor alpolgármester vázolta az idei terveket. 2018. évi költségvetés az mindenképpen minden tekintetben kiemelkedő, az elmúlt 10 évet tekintve is. Ebben nagyon sok mindenki megerősített a hivatalban, és a pénzügyi osztályvezető asszony is megerősített abban, hogy egy nagyon jó, mondom, az elmúlt 10 évet illetően is egy kiemelkedő költségvetést sikerült összeállítanunk. Szabó Péter Paks polgármestere és Kovács Sándor a település alpolgármestere volt a paksi iparos és vállalkozói kör vendége. Az idei költségvetés elfogadását követően a város előjárói elsőként számoltak be a beruházásokról és a fejlesztési tervekről a tagságnak. Szabó Péter elmondta, a kisebbek mellett több nagyobb volumenű beruházás is indul 2018-ban, a kivitelezésben pedig számít a helyi vállalkozókra, vállalkozásokra. A beruházások és felújítások összesen körülbelül 2,2 milliárd forintról beszélünk. Most nyilván ez megoszlik azért a tervezés és a kivitelezés, de nagyon komoly összegek szerepelnek, mint egy 1,5 milliárd forint a beruházások és felújítások oldalon a kivitelezés tekintetében. Tehát tényleg egy nagyon komoly forintális összegről beszélünk. Az iparosok elnöke Sikrózsi Zoltán elmondta, a fejlesztésekből fő vagy alvállalkozóként az eddigiekhez képest is nagyobb szerepvállalásra készülnek, ezért mindent meg is tesznek. A találkozót azért szolgálmazta, hogy a tagság minél hamarabb megismerje a költségvetés sarokszámait és a városvezetés irányvonalát. Minden helyi vállalkozó tisztában van és fel tudja mérni a saját erőviszonyait, hogy ő mire képes, és tényleg nagyon nagy beruházások lesznek. Tehát Nem is tudjuk mi ezt így felfogni, hogy mekkorák. Tehát mi nem voltunk akkor olyan státuszban, hogy érzékeljük az előző erőműépítést, de ott is csak a nagyok boldogultak, és a nagyok alá csak a kicsik, és a munkát valakinek el kell végezni, és reméljük azok mi leszünk. A 2016-os rekordteljesítmény után tavaly újabb termelési és termelés kihasználási csúcsot ért el a paksi atomerőmű. A hármas rekord mellett az idei év célkitűzéseiről is tájékoztatta a sajtó képviselőit dr. Zsuga János, az MVM Magyar Villamos Művek ZRT vezérigazgatója, és Hanvas István, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT vezérigazgatója. Az MVM Paksi Atomerő ZRT az az MVM csoport meghatározó, ha nem a legfontosabb vállalata, és a Magyar Villamos Energiaellátás alappillére és megkerülhetetlen része. Azt gondolom, ezzel mindannyian egyetértünk. Az erőmű nélkül ma nincs villamos energiaellátás, az erőmű nélkül nincsen ma olcsó áram. Tehát ezt sajnos be kell látnunk, hogy árérték arányban a paksi atomerő által termelt áram verhetetlen. Tehát messze-messze a legfontosabb célját teljesíti ez az erőmű, hogy működik. Tudniuk kell azt, hogy az MVM csoportnak van egy új stratégiája, van egy új jövőképe, amelyben az erőmű továbbra is meghatározó szerepet játszik. Nem tudjuk elképzelni az ország energiamixét nukleáris energiaoldozó nélkül, tehát nem tudjuk elképzelni a paksi atomerőmű nélkül. Ezekkel a gondolatokkal kezdődött az MVM Paksi Atomerőmű ZRT évindító sajtótájékoztatója. Dr. Zsuga János, az MVM Magyar Villamos Művek ZRT vezérigazgatója beszédében hozzátette, a nukleáris üzem a biztonságos és kiegyensúlyozott termelésének köszönhetően a hazai széndioxidmentes villamos energia ellátás alappillére és az olcsó áram mellett fenntartható módon járul hozzá a klímavédelmi célokhoz, a levegő tisztaság megőrzéséhez. Ezt követően Hanvas István, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT vezérigazgatója elmondta, a 2017-es év alapvetően nyugodtan telt. Ennek eredményeként
miközben most múlt évben új, olyan újítás, mint a 15 hónapos üzemekciklus bevezetés, vagy valamilyen teljesítményben is nem tettünk. Dolgunkat téve mindent fegyelmezetten sikerült elérni azt, hogy rekordot értünk a villamosenergia termelésben, a teljesítmény kihasználási tényezőben, és azáltal, hogy munkáinkat is fegyelmezetten határőrre hajtottuk végre, azáltal a kollektív dózis értéke is a rekord alacsony lett a paksi atomerőmű eddigi üzemidejét tekintve. Tavaly sikeresen lezárult a négy paksi blokk közül utolsóként a négyes üzemidő hosszabbítása. Így az 1987-ben üzembe helyezett reaktor 20 évvel üzemelhet tovább, így 2037-ig részt vesz az áramtermelésben. A sajtótájékoztatón természetesen téma volt a 2016-ban fejlesztési innovációs díjjal, 2017-ben a minőség innováció nemzeti díjjal elismert 15 hónapos üzemeltetési ciklus, amely alig egy héttel ezelőtt megkapta Bilbaóban a minőség innováció nemzetközi díjat is. A nukleáris üzem vezérigazgatója az összejövetelen a 2018-as év feladatairól is beszélt, kiemelve a Paks 2-es beruházással kapcsolatos teendőket. Ahhoz, hogy a telepelt átadhassuk, ahhoz az ott meglévő 1-4 blokk üzemeltetéshez szükséges infrastruktúrát el kell vinni. Ezek a mi feladatunk, idejében ezt jelentős részben meg akarjuk oldani, bár ez a jövő évre is átnyúló, olyan volumenű munkáról van szó. Ez egyik nagy tevékenység, aminek a tervezésében zajlik. A másik az, hogy segítsük a meglévő szaktudásainkkal, a rendelkezésre álló adatainkkal a Paks 2 munkáját. Mindezt egy szerződés keretében üzleti alapon tesszük, és nagyon fontos a harmadik szerepvállás, ami ugyan szintén rögzítve van a megállapodásunkban, a humán erőforrás terén az együttműködés. Az utóbbi időszakban több sajtóorgánum is foglalkozott a négyes blokk süllyedésével. A sajtótájékoztatón elhangzott, az épület süllyedés normális dolog, az esetleges eltéréseket folyamatosan ellenőrzik, és a számadatok bőven a határértéken belül találhatók. Az új blokkok építése is ugyanilyen kontroll alatt történik majd, hogy az a kivételezés során semmilyen biztonsági problémát ne okozhasson. A Paksi Vakbottyán Gimnázium tájékoztatja jelentkezőit, hogy a szeptemberben induló 6 évfolyamos képzésre a jelentkezési lapok feladási határideje 2018. február 19-e hétfő. Az elektronikus jelentkezés után a kinyomtatott jelentkezési lapokat a Győri Központba is el kell küldeni, és a gimnázium titkárságán is le kell adni. Az iskoláról minden információt megtalálnak az érdeklődők a www.vakbottyangimnázium.hu honlapon. Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég. A köd fokozatosan mindenütt feloszlik, kitisztul az idő. Eső, havas eső egyaránt valószínű. A délkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 fok körül alakul, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 fok körül várható. Maradjanak velünk a folytatásban is, hiszen a híradó után az Én Városom sorozat legújabb része következik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is, szép estét, viszontlátásra!